Sziasztok, itt vagyunk egy újabb SMP videóval, amit Benedek egy tűzjátékkal akar megnyitni. Wow, de menő! Nagyon szép. És még mennyit dolgozott vele? Igen. Ennyi volt! Ja, és itt van velünk Réka. Igen, sziasztok. Úgy döntöttem egyébként, hogy a telkemre a nagy redstone-s dolgokat fogom építeni, nem fogom a teljes házamat odaépíteni, lehet, hogy oda is építettem egy házat, de az most nem lesz lényeges, oda nem fogok beköltözni, mert azóta ugyebár elkezdtük ezt a gazdag négyetet, és inkább ide akarok költözni, ugyebár már itt volt a várom, és itt már, mint látjátok, egy kicsit építkeztünk, és úgy döntöttem, hogy a várba fogok lakni, meg ebben a bunkerben, amit a föld alá tervezek. Meg. Igen. Így. Most itt lent víz lesz. Tehát ne lepődjetek meg, csak nem raktam még ide vizet. És itt találtam egy barlangot, és akkor majd ide egy folyosó fog vezetni, és akkor majd itt szépen ki lesz díszítve ez az egész barlang. Úgyhogy most elkezdem betömögetni a lyukokat. Félreértés ne essék. Van lova! Amit mindjárt megalak! Ne! Na jó, nem. Itt a tűzijáték lóra, milyen? Nézzek! Mehet. Na jó. Miért csak kéket csinált, nem tudom. Piros sokkal jobb lenni. Már az egy menőbb kettő szín együtt. Lehet, hogy ez egy kicsit hosszadalmas a folyamat lesz, meg úgy tervezem, hogy itt az egész padló fűből lesz, tehát itt a főfolyosó. Az a gondolatom, hogy az nagy tévedés, hogy a ló az át megy veled a nether kapon. Én mondtam! Veled nem, kötélen kell húzni. Á! De úgy nem megy át, nem megy be. Miért nem menne? Nekem hát valahogy összejött. Nem megy bele. Össze is jött valahogy. Jó, hát végül is összejöhet. Na, itt vannak még egy kis... Van itt még egy kis érc, hát a lap is, az majd fontos lesz ugyebár 1.8-ban az enchantoláshoz. Egyébként... Nem igazán jött át. Volt még egy fontos, volt még egy-két fontos újítás a 1.8-ban. Bejön egy újfajta mob, ami az Endermite lesz, egy ilyen újfajta silverfish, ami az endben fog spawnolni. Azt hiszem, ha megölünk egy, vagy megütünk egy endermant. És valami ilyesmi, de azt hiszem az Endermanokat is támadja, úgyhogy nem tudom, de... Ez már ő. Mindegy, és... Igen, és mostantól lesznek majd 3D-s resource pack-ek, amikben majd a... Hogy hívják már, mi ez? A sínek, meg a... Létrák, meg a könyvespolcok itt 3D-sek lesznek. Így, és akkor most felmegyünk földért, és lehet, hogy nincs is itt ebben a városban a földem, úgyhogy most szerintem vágás lesz. Na, újra itt vagyok, csak hoztam földet, meg ugyebár követ, meg lapist elfejtettem meg a redstone-t lerakni, és hoztam ilyen fát, amit nem tudom hova raktam. Akkor ezek szerint azt is ott hagytam. Mindegy, majd akkor vágok fát, és akáciával lesz a föld körbevéve, mert szerintem az úgy ilyen kis hangulatos, meg minden. És igen, igazából ennyi, ez a Fortune 3-os, csak csákányom, ez kell nekem. Ezt is itt majd befedjük, de én azt mondom, hogy inkább ezt most kiásom. Normálisra. Tehát ezt az alagutat itt most megcsinálom. Jó. Így.
Igen, így. Nem? Téka? Itt miből legyen majd a padló? Igen. Ah, tudom, miből lesz. Akkor elkezdjük építeni a... izét. Itt valami obszidiános helyet. Aha, mindjárt. Ők is akarnak valami hasonló helyet építeni, mint amit én építek. Nem fog nekik összejönni, mert az enyém úgyis jobb lesz. Én ezt tudom előre. Akartam mondani, hogy mi nem olyat akarunk, mint a tiéd, hanem jobbat. Miért van kiásva a Nether Reaktor mögött ez a cucc? Nether Reaktor? Ez még mindig nem... Bocsi, én voltam. Unatkoztam. Nether Reaktor. Még mindig nem. Még mindig PC-s Minecrafton vagyunk. Ja! Nem beugrott. Itt majd lesz valami kis... nem tudom mi. Na, Réka, hol vagy? Gyémánt után kutatok. Ebben a városban is kiszedtek. De a szar zombi. Amúgy egyébként én Minecraftba utálok költözködni. Mármint így szerveren, mert nem akarom otthagyni a régi házamat se. De a jobb helyeket akarom újra, ugyebár megkódítani. Gyurika, ez a csirkesütögető cuccod, ez... vagy nem tudom ki, de... a Petrája, azt hiszem, vagy a tiéd, nem tudom. De hol? Kidobálja a csirkét. Az nem baj. Az azt jelenti... Még a pörögeláva? Hol fogjuk építeni ezt a szemetet, mindek? Hm? Nem tudom. Ezt a szemetet látod? Már előre megmondják, hogy szar lesz. Akkor ne azt építsünk mást. Jó. Mit? Nem tudom. Mert tudják, hogy én úgyis jobbat építek náluk. Tuti. Vagy nem. Hát... jó, hogy a jobbat építesz nálunk, mivel mi nem építünk. Olyat nem. Most gondolkozzunk, hogy mit építsünk. Meg most már egy csomó ötletem van, hogy miket fogok építeni egyébként ezen a szarón. Mondjad. Mi az a barlangfürdő, megadta az ihletet, Gyurika? Nem, ez a sétálgatás, tudod, ott megadta az ihletet. Ja. Veledek tudja, mire gondolok. Igen. Gondolom. Azt tényleg meg lehetne építeni azt, amire úgy mindenki rámutatott. Igen, az úgy jó lesz, majd megépítjük. Ja, az rohadt sok kvarc kéne. Nem kell, szerintem egyáltalán kvarc. Inkább tudod, mi kell hozzá, Clay? Nekem... Clayből? Hát persze, figyelj, fehér clay is lehetséges, de a fehér... Jó! Tudod, a fehér részei az a kvarcból lehetnek, meg az a szürke része az meg legyen mondjuk izé. Clay-t soha nem használom, gyorsan megnézem. Hogyan is lehet ilyen színes clay-eket craftolni? Ugyanúgy, mint színes üveget. Ó, tényleg? Ó, díl. Annyira imádom, amikor egyengetni kell a terepet. Jaj, ez olyan szar. És a nézők is biztos nagyon élvezik. Egyengessem neked? Nem kell, megoldom. 8 diáért! Megoldom. Na és aki most kételkedik, hogy ezt hogy fogom befüvesíteni, van egy szilktárcsos csákányom, aztán majd hozok füvet. Bombia nem jobb? A földre. A sima földre. Igen. Na, hogyha azon megmondod, hogy hogy növesztesz füvet, akkor... Jó, hogy olyan füvet! Ja, azt hittem, hogy tudod azt az egy kis cuccot, ami blokknak számít. Azt hívják fűnek. De úgy te most hol építkezel, Gyurika? Ja, kettőt találhatsz. Jó. Egy atombunker. Réka, jössz izélni? Capture-dik meg ez? Nem. Nem tudom, hova fogom építeni ennek a bunker, vagy ennek a patkának a szélét. Majd a végén esetleg megláthatom, hogy lesz az egész. Réka, is dead. Not big surprise. És majd meglátom, hogy hova rakom ezt a kis, vagy hova rakom ezt a kis patecskát. Ja, egyébként Rékáról tudni kell, hogy mindig elmegy a nőket.
kutya vagyok, Gyurica. Szakarod! Meg ne ölj! Ja jó, oké. Adok kaját kell, vagy van. Na akkor vat. Gyurika, majdnem megölt! Benedek majdnem megölt? Hát hogy? De te kasztál! Igen, hát miket nem mondasz még te? Kisfiú. Kici fiú, ilyet otthon nem lehet. Na répa! Bosszus, és elfelejtem, mit akartam mondani. Nézzük vissza a videót, gyere! Jaj. Log. Egyre jobban beszűkülnek a járatok, de nem baj. Ez nem okoz fennakadást nekünk. Bebugoltam. Ugyebár. Úgy kreatívan megoldjuk a helyzetet. Na, akkor piros vagy kék csapat akarsz lenni? Jövő. Ez bazd meg nem igaz, belagolt a szerú. Ja, én nekem is. Nekem Réka, nem. Mert te alapból laggolsz. Igen. Na Réka, piros vagy kék akarsz lenni? Tök mindegy nekem. Szabálykönyvet pedig te mit pakolsz le a szabálykönyvet? Nem, fér. Mondtam, hogy... Jó, mindegy, oké, gyere. Na. Hogy bepakolok ide. Mindjárt. Elolvasom. Jó. Emlékszel benned, amikor azt mondtad, hogy izé, nem, te a videóidba raksz vizuális effekteket, és akkor például ilyeneket, hogy ja, igen, hát, ez nem vizuális effekt. Ja, tényleg ez hangeffekt. Na, kék vagy piros akarsz lenni? Piros. Jó, akkor én vagyok a kék. Szóval én sokáig rok. Harcat legyen harc, és a saját izéd ne lép rá, és spawn pointolj. Állj Réka, spawn pointolj! Spawn pointolj! Fú, mennyire elterjed már itt a fű. Igen, meg lehet. Jó, Gyurika! Harcát legyen harc. Jó, és akkor... A szed kemény vagy! Én nem hiszem, hogy kemény vagy, én tudom, hogy vagyok. A nem! Én így gondoltam, hogy lehetne... Vicces. Na hol vagy, Réka? Meghaltam. De hát nem ott élet szó. Várjál. Ezek... De respawnoltam, de ezek szerint nem írta meg a spawn pointomat, mert a üzébe ébredtem. A torony. Jó, akkor ez itt. Újra gondolás, itt nem lesz, csak itt kezdődik el ez a fás rész. Na jó, nem capture the flag ezek, ez most így nem jó. Réka, veled nem lehet játszani. Hihetet, Réka, is dead? Megint. Úgy még mindig rájöttem, hogy van ásom. Én soha nem használom. Nekem van egy tök jó ásom, csak sosem használom. Mindig elfelejtem. Túl gyors. Mi az élet? Szar. Mert úgy... Tépézd magadhoz! Jó. Így. Amúgy megy még a videó? Jó, nem tudom. Ki mondta, hogy neked tudnod kell róla? Ide majd egyelőre meg egy danger feliratot kirakok, és hogy nem szabad oda bemenni. Hát gratulálok, Réka, benn sem vagyok a játékban, de... No problem, Réka, el vagy egyedül játékban. Ahogy neten kívül is. Ne, igen.
Gyurika tépész magadhoz. Nyimáda. 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 De hogy nem. Akkor legalább adj permission-t, hogy megcsinálhassam azt a command blokkot. Nyimáda. Tudod, de mit egyáltalán az, hogy nyimáda? Aha, mit? Réka, felvilágosítanád? Igen, azt, hogy anyád. Aha. Léci, Gyurika! Nem, nem tudod, hogy kell megépíteni, hogy ilyes, most nincs kérdőm. Mit megépíteni? Ne legyen már olyan csúnya. De mit? Azt a command blokkot. Jaj, ne hagyjuk már! Lehet, hogy ez itt már hülyén fog kinézni. Én nem kezdek el imposition rögni. Ó, nem lesz olyan vészes. De. No. Hát akkor így itt megoldjuk. Amúgy lehet, hogy ezt inkább részen kívül kellett volna megcsinálnom, mert így halálosan unalmas lesz, de... Igen, halálosan unalmas. Amúgy lehet, hogy a nézőim tudnak élni, nézők tudnak élni SMP videók nélkül. Nem, valahol jó az SMP, hogyha éppen olyat csinálsz. És hogyha nem éppen olyat csinálok? Hát akkor ezt nem videó alatt csináld. Jó, akkor szerintem ez így most ennyi lesz ez a rész. Nézhettetek, hogy csinálom ezt az egész szart órákon át. Na, ennyi lenne mára. Sziasztok! Pontosabban! Sziasztok! 49 perces a megy a cucc.